Érdekes, hogy ahogy ma beszélgettünk a Mátonnal, ugye mondta, hogy azért egy sikeres MLM-esnek lehet, hogy könnyebb embereket szereznie, mert ő már dicsekedhet úgymond az eredményeivel, és azért vonzóbb. És pont ezek az emberek, akik már elértek valamit, gyakran megkapják azt a mondatot másoktól, hogy hát persze, mert te ott voltál az elején, rögtön helyzetbe kerültél. Ugye, akik azt gondolják, hogy azon múlik, hogy most közel vagy a tűzhöz. Közel vagy a tűzhöz, meg először szálltál be, és akkor csak azoknak van esélye. De hogy ez mennyire nem mindig van így? Nem, szerintem egyáltalán nem így van. Mert hogyha most például megnézed, hogy éppen most Nigériában van piacnyitás, az a helyzet van, hogy ott az iroda, ott vannak a termékek. Na, most van, az összes nigériai most van a megfelelő időben, a megfelelő helyen, és hogy ezek közül hányat érdekel, aki beregisztrál, hányan fog egy szalmaszálat is keresztbe tenni a sikeréért, és lehet, hogy egy olyan lesz a legsikeresebb nigériai hálózatépítő, aki majd még 3 év múlva fog csatlakozni. Mert ő fog benne dolgozni. Igen, egy ilyen országnyitás, azt gondolom, hogy egyik oldalról mindig tényleg egy óriási lehetőség, hiszen egy szűz pályáról van szó. Másik oldalról meg jó sok nehézség már valakinek, valakiknek benne megynek. Fel kell vállalni azt az úttörő szerepet, hogy ott még ez nem ismert. Tehát neki sokkal nagyobb munkát kell beletennie, ha azt nézed, mint ahogy mondjuk itthon Magyarországon már, ha azt mondod, hogy Ganoderma vagy Ganodermás kávé, azért elég sokan hallottak róla, tehát az információ eljutott. Most akkor kinek van könnyebb helyzete? Annak, aki már egy ilyen terepen dolgozik, ahol nem kell ezt nulláról bemutatni? Igen, ez egy jó kérdés. De ha emlékszem a mi törökjeinkre, amikor a török piac nyílt, és a végén már voltak, vagy 200-an, hogy azok is az a, így, mint a forgószél, így rohantak, és csatlakoztattak be mindenkit, és épp ma néztem, hogy annak a 200 embernek most, mai napon 0 pont a csoportforgalma. 0 pont. Tehát nem tudhatod, igen. Nem tudhatod, igen. De nem elég ez a forgó szélszerű íze, és mindenki beregisztrálok, és akkor rohanok tovább. Annál több kell. Viszont ha meg azt nézed, hogy micsoda óriási számok vannak Nigériában, tehát csak a fővárosban 3-szor annyian élnek, mint egész Magyarországon. Ezt elképzelni, hihetetlen nagy szám. Most akkor, ha ott valaki tényleg találsz egy olyan embert, akit komolyan érdekel az üzlet, lát ebbe fantáziát, ahogy már mondjuk azért elég sok országban a világon, akkor ott tényleg valami igazán nagy dolog kezdődhet. Szerintem nekünk van Afrikáról egy véleményünk. Van. És ez nem volt szép tőled. De pont a Tények című könyvre akarok hivatkozni, hogy amikor az ember Afrikát elképzeli, meg ezeket az országokat, akkor egy ilyen óriási szélsőség van a fejében, hogy vannak a végtelenül borzalmasan szegények, meg vannak az a szűk réteg nagyon gazdag, és nem tudja elképzelni, és ugye ebben a könyvben is, hogy van egy egyre nővő középréteg, aki már nem az a nagyon szegény, még nem az a vérgazdag, egyre nagyobb lehetőségei vannak, van vásárlóereje, és a világ e felé halad. Tehát a statisztika az nagyon világosan is megmutatja, hogy egyre több ország van azok között, akiknek a középrétege egyre jobban nő. Igen, egyre szélesebb. És nyilván egy akkora országból, ahol 144 millió ember él, a középréteg is milyen széles. Lehet, hogy annyi, mint egész Magyarország. Hát 144 millióból lehet 10 millió középréteg. Abszolút. Még Afrikában is. Így van, így van. Úgyhogy szerintem el kell dobni ezeket a sablonokat a fejünkből, a régi, de nem bevált sablonokat, hogy ilyen portrugdosó kisgyerekeket képzelsz el nagyfassal. Igenis, az a társadalom is halad valahonnan valahová, fejlődik, és ott is lesz már egy olyan réteg, akinek szüksége van rá, hogy egészségesen táplálkozzon, jó minőségű táplálékkiegészítőket fogyasszon. Szóval szerintem ez egy nagy lehetőség.